Sziasztok! Ha földrajztanár lehet Csabusa, akkor Csabusa is lehet földrajztanár. Ma Amerikáról fogunk tanulni. Amerika felszínének kétharmada alföld. Nyugati oldalán egy 15 000 km hosszan elnyúló hegyláncolat vonul végig, ez a Pacifikus hegységrendszer. A hegyvonulatban több máig működő vulkán és számos érszlelőhely található. Sziasztok! Általában ne húzzátok a pályát, olyanokat írogattok, hogy minek raktam ezt be, meg hogy miért nem jó pályákat rakok be. Hát most mit mondjak, ez az alapanyag. Egyébként olyanokat rakok be, amiket szerintem érdemes, de most szerintem kifejezetten jó pálya lett. Nekem pozitív volt határozottan, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel most elégedettek lesztek-e. Egyébként a pálya, hát jó, így kezdődik, hogy a címe az, hogy kaland pálya. Fő küldetés. Tehát a címmel nagyon nem vagyok elégedett, igazán adhatott volna neki, főleg, hogy egy egész jó pálya lett. A készítő pedig Lowboat XX1, inkább kiírom, szóval Lowboat XX1. Így kezdünk, nagyon egyszerű és visszafogott kezdőszoba, főleg a folytatáshoz képest, valaki a sarokba hányt egy kis gyémántot. Nézzük a gombokat sorban, a szabályok, ne üss ki semmit, senkit. Játsz könnyű nehézségen beállítva, ne térj el a feladatról, vagy különben felfedezel olyan dolgokat, amiket nem kéne. Gyönyörködj az építési tudásomban. Nem is. Gyönyörködj. Oké. Tudnivalók, fő küldetés. A pályán összesen 10 easter egg, vagyis titkos terem van. Ha ügyes vagy, megtalad mindet könnyedén. Lehet fogadni, hogy hányat találok meg a 10-ből. Annyit segítek, hogy nem 11-et. Játékmenet. A játékszabályok be vannak kapcsolva, nem kell félni miattuk. Ez már nagyon pozitív indítás. Történet. Nem emlékszel semmire, és egy parancsblokk nem fogja elmondani, hogy hogy kerültél ide, keresd barátokat. Végül a kezdés, ami kinyit egy ajtót mögöttünk. És ha kimegyünk, elénk tárul a látvány. Nagyon szép építés, nagyon látványos, sok pont. Igen, ismerem a Toy Story-s kalandpályát. Az ajtóval szemben van egy alak, akit Purpnek hívnak, és azt mondja, hogy Üdvözlégy idegen, az én nevem Purp. Bizonyára szeretnéd tudni, hogy kerültél ide, igazam van? Én nem tudom, de a testvérem Körp tudhatja. Menj hozzá, itt van ennek az asztalnak a tetején. Feladat, mász fel az asztalra, majd beszélj Purppel. Mármint Körppel. Purp mögött van egy ilyen érdekes képződmény, nem tudom, ez hozzá tartozik. Ez biztos ez a farka. De lehet, hogy ezt a csíkot ő rakta így maga után, azt hiszem nem akarom tudni. Az asztal fiókjából létre lóg le, amin föl lehet mászni, de kiszúrtam, hogy van egy ajtó. A túloldalán egy, hát mondjuk berendezett szoba, azért nem sok minden van ott. El lehet játszadozni, igen, én eljátszadoztam. Aztán közben így felismertem, hogy ez egy út, és most tulajdonképpen én kocsizom, vagy mi. Hát nem sokra mentem vele. Föl a létrán, tök jó dizájn sínnel, aztán még egy létra, és fent is vagyunk az asztal tetején. Csecse látvány. A közelben Körp, aki természetesen egy kék törp. Üdvözöllek, gondolom Pörp küldött ide, igazam van? Meg se szólalj. Tudom, mit szeretnél, mondjam el, hogy kerültél ide. Tudod, a törpök közt mindig van egy olyan, aki valamit kér tőled, hogy elmondjon valamit. Szerencsére pont én vagyok az. Szóval, ha tudni szeretnéd, hogy kerültél ide, a számítógépből ki kell venned nekem a processzort. Hogy minek, ne kérdezd. Az ágy alatt várlak. Szóval ezt találkozni akar velem az ágy alatt. Ajaj. Feladat, menj a számítógéphez és szedd ki a processzort Körpnek. A monitor mögött találtam még egy ajtót, és ki volt a túloldalon? GLaDOS! Üdvözöllek, az én nevem GLaDOS. Nem, ez így nem stimmel. Ám megvan, előről kezdeném. Pokolba veled, az én nevem GLaDOS. Mindjárt más. Megtetszett a billentyűzet, és gyorsan írtam egy e-mailt. Elsőre sikerült jól leugrani. Második próbálkozás. A kaktusz rúgja meg, mondjuk sikerült.
Próbáltam bekapcsolni, de semmi. A gépházban másik oldalon lehet bejutni, viszont barrier. Ne. Nem baj, így is sikerülni fog. És sikerült! A gépházban sok színes valami, meg egy láda, benne egy golyó a processzor. Azért még körülnéztem, nehogy valami elrejtett dolgot még a végén itt elcsabinyozzak. Nem találtam semmit, irány az ágy alá, már ott vár a kis kék szörnyeteg, ezúttal előtte is van a rejtés eredetű valamiből, nem csak mögötte. Lehet nem ide kellett volna megbeszélni a találkát. Mellesleg semmit nem tudok arról, hogy hogy kerültél ide. Ha érdeklődni szeretnél ezután, menj Zörphöz, ő többet tud, mint én. Szerintem éppen az asztalon lévő virágot csodálja. Tiszta dílis. Feladat, beszélj Zörphel az asztalon. Az egyik sarokban ott van az asztalka növénnyel, nagyon szép, de csak a szekrényen keresztül lehet felmászni rá. Viszont közben kiszúrtam egy ajtót az ajtón. Odabent szerintem Sub-Zero, de írjátok meg, ha szerintetek nem. Sikeresen megtaláltad a 7. easter egget. Esünk neki annak a szekrénynek. A polcon van egy óra, egy koponya, mögötte egy ajtó, ami mögött tele van a szoba, tele van levegővel. Aztán a következő egy hógömbnek néz ki, Csabusa az elszabadult oroszlány. Az értelem hiányát nem nélkülöző arc kifejezéssel. Aztán következő létre, na itt kezdődnek a bajok, gyorsan csináltam is egy spawn pointot, de sikerült. Tök jó, amint felértem, gyorsan még egy spawn point. Lássuk a polc tartalmát, egy plüss medve szintén nagyon nyugodt arc kifejezéssel, majd egy coca, cola, diétás, inni ér. És utána egy újabb kedves létre vár, hát ezzel viszont már nem volt szerencsém. Ma rendes leszek, nem kell végignéznetek, ahogy szenvedek. Miket beszélek? Lassítás! Megsúgom nem sikerült, tehát egy darabig próbálkoztam, aztán feladtam és felrepültem. Egyébként ez a pályának a legnegatívabb része. Szerintem egy kicsit túl durva lett ez a létrás rész, de ezt inkább csak úgy zárójelben mondanám, mert ha ez így lett tervezve, hogy ez így parkúrilag kihívás legyen, mondjuk egy igazi parkúrosnak biztos nem kihívás, de mindegy, szóval, hogyha ez a kihívás része ez így tervezett, akkor oké, de én ennél könnyebbet csinálnék, ugye, hogy minél többen tudják teljesíteni a pályát. Fent van egy dinnye és egy kiömlött liter water. Itt barrierek vannak, hogy ne folyjon akármerre a víz, hát ugye egy kicsit könnyű lenne a dolgunk, de elgondolkodtad, hogy akkor lehet, hogy nem is kiömlött vizet akar ábrázolni, akkor nem tudom mit, lehet tippelni. Ha átverekedtük magunkat a vízen, akkor újabb kedves létre, hát igen, viszont az utolsó már tényleg teljesíthető számomra is. Odafent egy rakás ajtó, biztos labirintus akar lenni, de hát kimondta, hogy nem nyitogathatok ajtókat. Az ajtókon túl pedig egy barátkocka és egy üzenet. Én szeretlek, csak nagyon jól eltitkolom. Vissza, létre, felmászás, platformok, spawn point. A kép tetejéről egy gyönyörű talpas lehet ugrani egy köpésnyi vízbe, de én megmutatok nektek egy másik módszert. Beírod a spawn point parancsot, leugrasz, esés közben előhozod a chatet, előhívod a parancsot, és még érkezés előtt lefuttatod, minél közelebb a talajhoz természetesen. És bár meghalsz, a jó helyen éledsz fel. Tadám! Na beszéljünk Zörphel. Ó, szia! Bizonyára te vagy az az idegesítő, beképzelt ember, akit Zörph lekicsinyített. Jaj, ezt nem kellett volna elmondanom. Mindegy is, Zörph jelenleg a titkos búvóhelyen van. Szóval ilyen mi haszna senki nem fogja sosem megtalálni. Most ha megbocsátasz, folytatnám a virágbámulást. Feladat, találd meg Zörphöt és növesztesd vissza magadat. Most már szabadon járkálhatsz a pályán. Az tök jó, hogy most már szabad a pálya, viszont a készítő elfelejtett lefelé utat csinálni, tehát maradt a legrövidebb út. Egyenesen nekiindultam a másik szekrénynek, az volt az egyetlen építmény, amit még nem kellett összemászkálni. Odabent találtam egy rejtett szobát, egy blokkal és egy üzenettel, csak 1.9-ben láthatod ezt a textúrát. Egy kis ugrálás a színes valamin, a túloldalon pedig Zörph.
Szóval Zörp elmondott mindent, igazam van? Akkor úgy látszik, meg kell büntetnem őt. Mindegy is. És most beviszlek vele együtt a cellátokba. Remélem élvezni fogjátok. Hát cimborám, itt a vége. Most meg fogunk halni. Élve megfőznek minket. Miért nem szólalsz meg? Talán nem kedvelsz? Vagy más okai vannak? Elvitte a gnóm a beszélő szálaidat? Gondoltam. Juss ki a cellából, majd öld meg Sörpöt, Körpöt és Pörpöt ebben a sorrendben. Azért a kijutás nem túl megerőltető, a cella fölött van egy láda csákánnyal. Egész biztosan véletlen, hogy a cella fölött egy ládát találsz benne egy csákánnyal. Tisztára véletlen. Csákánnyal. A kiütés után lehet ugrani egy talpast a vízbe, bár szerintem azt is túléltem volna, ha padlóra ugrom, utána pedig kikerülhető nyomólapok szinte ordítanak azért, hogy átugorjam őket. Kíváncsiságból mégiscsak ráléptem a nyomólapokra. Jaj, ne! Kiszabadultak! Fusson ki, merre lát! Ó, a kis gazfickók, na megálljatok! Elég hamar utolértem őket, viszont nem kaptam eszközt törgyilkolászáshoz. Oldalt kiszúrtam két táblát, ha ezt az easter egget is megtáltad, akkor ügyi vagy. Hát tényleg nagyon nehéz volt kiszúrni. Volt még itt két ajtó, mindkettő mögött egy nyomólap várt, én kipróbáltam a bal oldalit. Azt mondja vége, készítette Lobot XX1, a törpöket meg tudtad ölni, és miután megölted őket, Zörp hátba vágott, és kómába kerültél. Igen, ez az, happy end, minden jó, ha jó a vége. A mérleg előtt még két dolog, tök jó, hogy színezte a kiírásokat, nagyon csecse, még szebb lett volna, ha kikapcsolja, hogy a command blokkok üzengessenek a parancs lefuttatásáról a csetre, a másik pedig hol Zörp, szerintem Zörp akart lenni, de több helyen is Zörp volt. Pozitívumok, szép volt az építés, tényleg nagyon látványos, tudom, hogy van a Toy Story-s kalandpálya, ott is hasonló a játékmenet, sőt, biztos vannak más ilyen kalandpályák is, én nem éreztem, ahogy ti mondjátok, kopinak, elég egyedi volt hozzá szerintem a történet. És igen, ez a második, érdekes volt a történet, helyenként poénos, úgy az egésznek a hangulata szerintem tök jó volt. Amik nem tetszettek, nincs címe a pályának, ennyi, hogy kaland pálya, a könyvtár neve is ez, az e-mailben sem írt mást, a zipnek is ez volt a neve, úgyhogy kár, pedig megérdemelne egy normális nevet ez a pálya. A másik, amit ugye mondtam a legnagyobb negatívumnak, hogy hát egy kicsit túl nehéz a parkour szerintem, de ezt inkább csak úgy zárójelben, mert ha végül is az volt a cél, hogy ez egy ilyen parkúrosabb pálya legyen, akkor nem gáz, hogyha van egy kis kihívás rajta. De én mondom, én könnyebbet csinálnék, hogy minél többen végig tudják játszani. Köszönöm, hogy néztetek, a kézikönyv óvjon. A felvétel után újra bemásoltam a pályát, és 1.9-ben elindítottam, de ugyanez a textúrája van a blokknak.